Húsvétra készülnek. Elkezdődött a szokásos tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Új piaszcsarnok leveleken, látványos, 600 négyzetméteres fedett létesítmény várja a helyi és környékbeli árusokat, valamint vásárlókat. Most még drága, lesz elég magyar hagyma, és megfizethető áron kerülhet a piacra, de júniusig várni kell rá. Elindult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, fokozottan vizsgálják többek között az étkezési tojás és az édesipari termékek forgalmazását. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nébik laboratóriumában sonkákat, hidegkonyhai készítményeket, valamint tojásfestékeket vizsgálnak majd a húsvéti időszak végéig. 15 éve már, hogy minden évben három nagy szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést tart a Nébih. Tavasszal, nyáron és télen is jellemzően az ünnepkörökhöz kapcsolódnak ezek a vizsgálatok. A hatóság egész évben végez ellenőrzéseket, de ilyenkor megnövekszik bizonyos élelmiszerek fogyasztása, és fontos, hogy ezekből a legjobb minőséget tegyék a magyar családok az asztalra. Most a húsvétre készülnek. A étkezési tojást, sonkákat, zöldségeket, gyümölcsöket, hidegkonyhai termékeket, borokat és teszes italokat ellenőrizzük, illetőleg a Nébik laboratóriumába ellenőrizzük a sonkákat, pálcolt, füstölt, nyert sonkákat és a tojásfestékeket, hogy ezek megfelelő minőségűek. Ilyenkor a Nébik és a vármegyei kormányhivatalok szakemberei kimennek a kereskedelmi egységek, a piacokra, a feldolgozókhoz és a gyártókhoz. Ott végeznek egy olyan ellenőrzést, ahol a szavatosságot és hasonlókat vizsgálnak, illetőleg, hogyha olyan termék van, akkor visznek el mintát, és ezeket a mintákat a laboratóriumokban bevizsgálják, ott megvizsgálják, hogy jó minőségű-e, biztonságos-e, és hogy valóban az van-e benne, ami rá van írva. A kereskedelmi egységeket, piacokat, gyártókat és feldolgozókat, valamint a vendéglátóipari egységeket is ellenőrzik. Ennek célja a szemléletformálás. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt 15 évben folyamatosan egyre jobb eredményekkel tudtak szolgálni az ellenőrzések után. Tavalyi évben országosan 2% volt, ahol hiba csúszott be. Az, hogy ez sok vagy kevés, azon lehet vitatkozni, de ez egy javuló tendencia. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy nullára lemenjünk, ehhez még dolgoznunk kell. Az előző évben 2750 ellenőrzés során 35 alkalommal kellett figyelmeztetést adni, 197 esetben bírságot, de a bírság az összesen 13 millió forint volt, tehát ez nem arról szól, hogy egy hatóság bírságokkal bevételt szerezze magának, hanem arról, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a családok asztalra jó minőségű, biztonságos és lehetőleg magyar élelmiszer jusson. Szabolcs-Szatmár megyében az előző évben 121 ellenőrzést végeztünk, 3 darab tételt kellett kivonni a forgalomból összesen 23 kg mennyiségben. A magyar élelmiszeripar a kormánynak stratégiailag is fontos. Az előző Európai Uniós ciklusban 468 milliárd forintot költöttek élelmiszeripari fejlesztésekre, a következőben pedig 750 milliárd forintot terveznek. A cél, hogy modernebb eszközökkel, nagyobb mennyiségben, jobb minőségű élelmiszer tudjanak termelni a magyar családok számára. A Nébik szakembere azt is kiemelte, ha valaki nem megfelelő minőségű élelmiszert talál a polcokon, jelezze a hatóság felé az ingyenes zöld számon. A tavaszi szezonális ellenőrzés április 10-éig tart. Új fedett piacon értékesíthetik termékeiket a helyi és térségbeli árusok leveleken. 600 négyzetméteres, 64 árusítóhelyen rendelkező létesítményt az önkormányzat Európai Uniós forrásból valósította meg. A településen hamarosan 3 jelentősebb fejlesztés is kezdetét veszi. Intézményeket látnak el napelemekkel, felújítják a Molnár kastélyt, a Magyar Falu programban pedig belterületi út újra aszfaltozására nyert támogatást a településvezetés. Az utcakép is lényegesen impozánsabbá vált leveleken ezzel az új piaccsarnokkal. Szerdán a március 15-i ünnepségen adták át hivatalosan a nagyközség új vásárhelyét, amelyet az árusok is nagy örömmel fogadtak. Úgy látják, sokkal komfortosabbá vált számukra a munka. Több mint 10 éve árulok itt leveleken a piacon, én cipőkereskedelemmel foglalkozom. Nagyon örülünk egyébként az új piacnak, mert fedett lett a tér, gyakorlatilag megszűnt a sár, mert le lett térkövezve maga az egész piacterület. Ugye egy korszerű vécénk van, ami azért megfelelő már az unió szempontból is, meg mindenkinek, hölgyeknek, férfiaknak is a kiszolgálására.
illetve sokkal kulturáltabb, sokkal szellősebb és átláthatóbbá vált a piac, én úgy gondolom. Az új 600 négyzetméteres fedett piac hétfőtől szombatig tart nyitva, a hétvégi nap számít a főnapnak, amikor is gyakorlatilag mind a 64 árusítóasztal megtelik. Ilyenkor akár egy nagy áruházban az élelmiszerek és ruházati termékek mellett szinte minden háztartási eszköz beszerezhető. A leveleki önkormányzat 85 millió forintos támogatásból valósította meg a beruházást. Én úgy gondolom, hogy egy igen jelentős infrastrukturális fejlesztés ez Leveleken. 2021-ben pályázott önkormányzatunk erre a projektre, és a vidékfejlesztési programban kapott támogatást a piacnak a fejlesztésére, és ennek keretében 85 millió forintból épült meg 600 négyzetméteren a fedett piaccsarnok, és 64 árusító asztal került beszerzésre, és a piac közterületi bútorokkal, padokkal, hulladéktárolókkal, illetve kerékpártárolókkal is bővült. Túrócini Székely Anita polgármester úgy látja, a piac az egyik legfontosabb közösségi tere a nagyközség lakosságának. Az új létesítmény pedig a település népesség megtartó erejét is növelheti. Én bízom benne, hogy közösségi térként és gazdasági helyként is egyaránt fogja szolgálni mind a település lakosságát, illetve a térség lakosságát is. Hozzájárul a település és a térség gazdasági fejlődéséhez, egy picit a vidéki élet jobbátételéhez, és hát azt gondolom, hogy a település képe is jelentősen javult a beruházás kapcsán. A településvezető hozzátette, Leveleken további három jelentős beruházás valósul meg a közeljövőben. Európai Uniós forrásból 5 intézményt látnak el napelemekkel, a Magyar Falu programnak köszönhetően belterületi utat aszfaltoznak újra, és a Molnár kastély felújítása is megkezdődik az idei évben. Március 20-án hétfőn Nyíregyházán a Kéményseprő utcában csapadékvízzel vezetésépítési munkálatok kezdődnek. Az építéssel érintett terület a Kéményseprő utca Tünde utcai végétől a Kéményseprő utca 51 számig tart. A munkálatok ideje alatt forgalmi rendváltozás lép életbe a Kéményseprő utca teljes hosszán. Az egyirányúsítás megszűnik, mind a két irányból zsákutca táblát helyeznek ki, továbbá tilos lesz az átmenő forgalom. A reggeli munkakezdés megelőzően 7 órától, valamint az aznapi munkák befejezését követően délután 5 óráig biztosítják a lakók részére a gépjárművel történő ki- és behajtást. A köztes időszakban pontszerűen korlátozásokra lehet számítani. A kivitelezés ideje alatt életbe lépő forgalomkorlátozásokról, az esetleges közlekedési nehézségekről a lakosság folyamatos tájékoztatást kap a helyszínen dolgozó szakemberektől. A munkálatok várhatóan augusztus végén fejeződnek be. Lesz elég magyar hagyma, és megfizethető áron kerülhet a piacra, de júniusig várni kell rá. Erre számít a Fruitweb szakmaközi szövetség szakértője. Varga István, a szervezet alelnöke azt mondta televíziónak, hogy a tavalyi aszályos év után idén normalizálódhat a helyzet, és a mostani 5-600 forintos kilónkénti ár a nyári időszakra megfeleződhet. Érdemes vörös hagymát vásárolni, mert hamarosan hiány lesz belőle. Ez az információ azonban a szakértők szerint nem igaz, mert ugyan magas, 6-700 forintos áron, de lehet most is vásárolni hagymát, mondta televíziónak Varga István, a Fruitweb szakmaközi szervezet alelnöke. Viszonylag magas áron kerül értékesítésre a vörös hagyma, tehát ezt már most is tapasztaljuk. De alapvetően a záruházlánc árak, azok, amik nagy mennyiségű lekötések, azok az 5-600 forint körül szerintem drasztikusan nem fognak emelkedni. Kisebb, kiskereskedelmi láncoknál az import miatt már elérte ezt a 7-800 forintot. Én azt gondolom, hogy ez felé nem nagyon fog emelkedni, tehát ez elképzelhető, de nagyon, tehát minimális esélyt látok rá. Igazán, de én azt gondolom, hogy június első hetétől kezdve már elérhető a magyar hagyma. Én azt gondolom, hogy az áttelő hagymák szerintem elég szép képet mutatnak, illetve azért jelenleg pertenant azért egy előreláthatólag egy olyan 200 hektáros növekedés várható a magyar termesztési felületben. Én nem gondolom, hogy júniustól probléma lenne a vörös hagymával. A szervezet alelnöke hozzátette, természetesen a tavalyi aszály jelentősen hozzájárult az áremelkedéshez, de az orosz-ukrán háború sem javított a hagyma helyzeten. Ukrajna a világ
top 15, top 20 hagymatermelő országában van, és az Európai Unió is megközelítőleg 1 millió tonna vörös hagymát szokott vásárolni. Tehát lásd, mint például Hollandia 300 ezer tonna, a brit szigetek is, tehát ott is egy 300 ezer tonna, Lengyelországban is 100 ezer tonna, ezek főként ugye kereskedelmi célok. Tehát összegészében egy jó 2 millió tonna, 2,5 millió tonnával kevesebb hagyma van jelen Európában, de ez még hozzájárult a világon is. Nem tudom, helyen történtek kisebb-nagyobb, úgymond hagymatermesztését befolyásoló tényezők, és alapvetően ez okozta, amit én azt gondolom, hogy negyed századonként, 25 évente előforduló eseményt, vagy legalábbis a hagymadrágulást. Varga István bizakodó. Úgy számol, hogy a nyári időszakra normalizálódik a helyzet, és mennyiségben és árban is megfelelő lesz a választék. Valószínű, hogy az idei évben szerintem normalizálódni fognak az árak. Drasztikus visszaesés nem lesz, de én azt gondolom, hogy egy termelői árszint az egy ilyen 150 forint körüli árszint lesz. Tehát a fogyasztói árak, én azt gondolom, hogy utána az ár kiskereskedelmi láncok költségei is azért rendesen emelkedtek, és ezek sok esetben elérhetik a beszállítói ára még a 40-80%-os többlet plusz költséget. Én azt gondolom, hogy ilyen 3-400 forint körüli fogyasztói árakat fognak majd tapasztalni a fogyasztók. Az alelnök azt mondta, a tavalyi nehéz év után idén még nőhet is a termőterület mérete Magyarországon. Számításai szerint mintegy 200 hektárral nagyobb területen takaríthatnak be vörös hagymát. Új múzeummal bővült a kulturális negyed Nyíregyházán. A görögkatolikus múzeum és tanulmányi ház a Szent Atanász hittudományi főiskola mellett épült fel, és várhatóan május 1-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Szabó Irén múzeum igazgató úgy fogalmazott, a múzeum célja, hogy bemutassa a görögkatolikusság történetét és művészetét, valamint teret adjon a kortárs görögkatolikussághoz kötődő művészeteknek. Így néz ki a nyíregyházi kulturális negyed legújabb múzeuma, közvetlenül a Szent Atanász hittudományi főiskola szomszédságában. Az épület tervezője ugyanaz a Balázs Mihály építész, aki 20 évvel ezelőtt a főiskolát tervezte. Ezúttal azonban a tégla helyett tört fehér vakolat határozza meg a külső megjelenést, mondta Szabó Irén, a görögkatolikus múzeum és tanulmányi ház igazgatója. Az épületnek a karaktert adó része a homlokzaton található 9 ablak mélyedés. Ezek valóban ablakok, de a felde részen található opál üvegek azok, amelyek bevilágítják a belső tereket. Mert ezek az építészeti elemek kettős funkcióval bírnak, egyrészt nagyon is gyakorlati szerepük van, másrészt pedig szimbolikus jelentésük. A gyakorlati szerepük az, hogy a belső tereket akkor is, hogyha nincs energiaellátás, akkor is be tudják világítani, de nem direkt fényel, hanem szűrt fényel. Másrészt pedig az ablakok közötti terek, azok belülről 4 emelet magasságig végigfutó, kürtőszeren végigfutó terek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a földszinttől a 4. emeletig kinyitva az ezeken található szellőző nyílásokat friss levegővel tudjuk átszellőztetni az épületet. Ez pedig az első emeleti kiállítótér, amely időalagúttal várja majd az érteklődőket az opál üvegen átszűrődő fényben. Időalagút, ez azt jelenti, hogy a görögkatolikus egyház története kezdetektől napjainkig, párhuzamba állítva a magyar és egyetemes köztörténeti eseményekkel, de rendhagyó módon nem csak szövegeket, hanem képeket is bele kombinálva tudja végigjárni a látogató. És tulajdonképpen azt, amit a látogató a nagy kiállító térben végignéz, információkat itt egy időkeretbe is be tudja helyezni. Az első emeleti időalagút mellett található az Észak-Kelet Magyarország különféle templomaiból származó ikonokból álló kiállítás. Egyebek mellett Tolcsváról, Nagydobosról, Kántor Jánosiról, Hodászról, valamint a Néprajzi Múzeumból kerültek ide ezek a műtárgyak. Ugyancsak az első emeleten található a magyar komjátról, vagyis a mai Ukrajna területéről származó ikonosztáz, amelyet mintegy 2 éves rekonstruálási munkálat után 80%-ban sikerült helyreállítani. A múzeum második emeletének kitekintő ablakai révén egészen közelről és más perspektívából is megtekinthetők az első emeleti ikonok, de ugyanitt egy önálló gyűjtemény is helyet kapott. Szabó Irén úgy fogalmazott, a múzeum létrejötte kettős küldetésnek tesz eleget.
Az első és legfontosabb dolog, hogy a egykori Munkácsi Egyházmegye, vagy a történeti Magyarország területén élt görögkatolikusság egyházművészetihez és történetihez kapcsolódó tárgyi egyházművészeti anyag, írásos dokumentumoknak a összegyűjtése, kutatása és hozzáférhetővé tétele. A másik nagyon fontos, hogy a ma Magyarország területén föllelhető és a keleti egyházi kultúrához kapcsolódó tárgyi anyagodnak is helyt adjunk. Szabó Irén hozzátette, a május 1-én nyitó múzeum földszintjén a tervek szerint olyan időszakos kiállításoknak is helyt szeretnének adni, amelyek akár a kortárs görög katolikus kötődésű alkotók munkáit is be tudják mutatni. Visszatér a Continental Arénába a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A tabella utolsó helyén álló kékcápák szombaton 18 órai kezdettel az előttük álló budapesti Honvéd csapatát fogadják. Ez egy kötelező győzelem, értelemszerűen a Honvédnek is egy kötelező győzelem, hiszen ki ellen, hanem ellenünk akarnának ők is nyerni. Nekik azért fontos, hiszen még ők tudnak előrébb lépni, akár az utolsó előtti helyről is, nekünk pedig azért fontos, mert ha úgy alakulna esetlegesen, hogy a következő három mérkőzésünket beleértve a Honvéd, illetve a Sopron hazait, illetve a Kaposvár idegenbeli meccset megnyernénk, illetve a Honvéd már nem tudna nyerni, akkor be tudnánk még előzni a Honvédot az alapszakaszba, aminek alapvetően nagy jelentősége nincs, hiszen egyetlen egy ponttal lesznek előrébb így is, viszont az önbizalom szempontjából kiváltképp fontos ez a hazai mérkőzés, úgyhogy bízom benne, és azt gondolom, hogy kötelező is megnyernünk. Hetvenegy csapat részvételével két helyszínen, Nyíregyházán és Fehérgyarmaton rendezték meg a kezdődobás program idei első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tornáját. A 7, 8 és 9 éves gyerekeket megmozgató rendezvénysorozat célja a kézilabda népszerűsítése, a sportág utánpótlás bázisának bővítése. A mozdulat még nem a legtökéletesebb, a lelkesedésre azonban nem lehet panasz sem a pályán, sem a nézőtéren. Tökéletes mozdulatokat nem is lehet elvárni a gyerekektől, hiszen a kezdődobás program célja az, hogy megismertesse és megkedveltesse a kézilabdát a legkisebbekkel. A Magyar Kézilabda Szövetség 2013-ban indította el a sportág népszerűsítő programot. Az idei első rendezvényre annyi, szám szerint 71 csapat jelentkezett, hogy a nyíregyházi helyszín mellett Fehérgyarmaton is szivacs kézilabdáztak és oldottak meg különböző ügyességi feladatokat a kisiskolások. A legkisebb korosztályok gyakorlatilag a megnevezés szerint U8-U9-esek, ami azt jelenti, hogy egy évvel korábbtól, tehát az U8 az már 7 évesek, U9 8 évesek szerepelnek ebbe. Gyakorlatilag ez egy kisiskolás program néven fut 10 éve. Ennek a célja az, hogy a gyerekeknek megszerettessék a mozgást vele. A másik nem titkolt cél pedig az, hogy ezen belül a labdás játékot és a kézilabdát főképp megszeressék. Tarna Völgyi Gergely a Kertvárosi Általános Iskola két lánycsapatát irányította a tornán. A korábbi válogatott játékos szerint nagy a versengés a sportágok között a gyerekekért. A látvány sportágak támogatása miatt az egyesületek szinte versenyben vannak a gyermekekért, de hál' Istennek azt mondom, hogy sok gyermek jár, iskolás gyermek jár Nyíregyházára, szeretik a sportot, és azt tapasztaljuk, hogy szeretik a kézilabdát is ezen belül. A szabolcsi ifjúsági kézilabda ese két évvel ezelőtt alakult. A nyírpazonyi és napkori bázisú egyesület célja, hogy közösségépítés keretében szeretessék meg a sportágat a gyerekekkel. Mi is igénybe vesszük az ominózus TAO támogatást, ezen túl kiki saját maga is erős áldozatot hoz, saját cégeinkből, tevékenységeinkből teszünk be az egyesületbe. Jellemzően az edzők, amire én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok és hálás vagyok, hogy egy évig az edzők nekünk teljesen ingyen és bérmentve dolgoztak, csak azért, mert érezték azt a közösséget, azt a szakmaiságot, és hitük van bennünk és a szülőknek, és nagyon szépen köszönöm azt az áldozatot, amiket hoztak. Tehát elsődlegesen hozzáadott munka, ez a legfontosabb, a TAO értelemszerűen, illetve a saját anyagi forrásainkat tesszük bele
az egyesületbe. Szeretném kihangsúlyozni, hogy pont amikor mi megcsináltuk az egyesületet, akkor már az az időszak volt, amikor a TAO-t kivezették volna, úgyhogy mi erre is készültünk, hogy elsődlegesen hozzáadott érték és saját erőforrásokat teszünk bele. Idén még két alkalommal, áprilisban és májusban találkoznak majd a csapatok, a szervezők reményei szerint a márciusinál is nagyobb létszámmal. Kedves nézőink, híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Elkezdődött a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az ellenőrök többek között fokozottan vizsgálják majd a tojás és az édesipari termékek forgalmazását, míg a Nébik laboratóriumában sonkákat, hidegkonyhai készítményeket, valamint tojásfestékeket vizsgálnak. Az akció célja, hogy a húsvéti ünnepek alatt kizárólag biztonságos termékek kerüljenek a családok asztalára. A napokban adták át levelek új piac csarnokát, a helyi és környékbeli árusok így kulturáltabb és igényesebb körülmények között értékesíthetik termékeiket. A 600 négyzetméteres, 64 árusítóhelyen rendelkező létesítményt az önkormányzat Európai Uniós forrásból valósította meg. A nagyközségben idén három jelentős fejlesztés van előkészítés alatt, intézményeket látnak el napelemes rendszerrel, felújítják a Molnár kastélyt, a Magyar Falu programban pedig belterületi út újra aszfaltozására nyert forrást a település vezetés. Jelenleg 5-600 forintba kerül a vöröshagyma kilója, de nyáron ennek az árnak a feléért kínálhatják a piacon a hazai hagymát az árusok. Varga István, a Fruitweb szakmaközi szövetség alelnöke szerint a tavalyi aszályos év után idén normalizálódhat a helyzet, azonban júniusig várni kell az árak csökkenésére. Önök március 17-én, pénteken a Kölcsey Televízió híradóját látták hírműsorral, a Krónikával, legközelebb holnap este várjuk Önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra, ahol a most elhangzott tudósításokat újra visszanézhetik. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton fátyol felhős, napos, száraz időben lesz részünk, sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések kísérhetik a délkeleti szelet, délután 8-10 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap sok napsütés várható, vékony, a nap második felében vastagodó fátyol felhőzettel, csapadék nem lesz, a csúcsérték 12 és 14 fok között alakul.